Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez a Közrend novemberi adása, és ismét olyan témákat válogattunk önöknek, amik reméljük, hogy érdekli önöket, illetve aktuálisak, és új információt is tudunk mondani. Röviden csak néhány téma a ma esti beszélgetésből. Vendégünk lesz a Szent Márton Gála egyik díjazottja, akivel beszélgetünk erről a díjról, az ifjúsági díjról, arról, hogy mit jelent neki. De szó lesz a főtéri közbiztonsági helyzetről, a KEF konkrét feladatairól, koordinációs szerepéről, és természetesen karácsonyhoz közeledve az adventi vásárról. Maradjanak velünk, rögtön kezdünk! A stúdióban pedig már szeretettel köszöntöm régi új állandó vendégeinket, Kelemen Krisztiánt, a Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnökét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szia! Tisztelettel köszöntöm a nézőket! És Ágoston Sándort, a Közterületfelügyelet Iroda vezetőjét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a kedves nézőket! Amit minden kedves néző most már érezhet, főleg azok, akik a főtér közelében élnek, vagy jártak arra, hogy valóban minden előkészület megtörtént. Nem csak az óriás kerék, hanem a főtéri szokott pavilonokat is felállították, hogy elindulhasson az adventi vásár. Ez az irodának milyen feladatokat rót most, illetve milyenek várnak még rájuk a következő hetekben? Egy picit visszakanyarodnék a tavalyi évnek a tapasztalataira, hogyha lehet ezzel kezdenünk egy picit messziről. Ami nagyon-nagyon fontos volt a tavalyi évben, és prioritást élvezett az összes térfigyelő kamera rendszernek a tökéletes üzemelése és üzemképessége. Ennek hatása volt érezhető a tavalyi évben is, amiről itt is beszámoltunk a kedves nézőknek és a tisztelt lakosságnak, amikor a rendőrséggel közösen térfigyelő szolgálat során észlelve lett egy pavilonnak a feltörése, illetőleg onnan oda egy oktalan bejutás során egy elsajátítás kísérlete. Ott az elkövető meg is lett fogva, hála Isten rendőrséggel közösen, elő is lett állítva, a büntető eljárás pedig lefolytatásra került. Ebbenek a mozzanatnak a tapasztalatai alapján az idei évre még nagyobb hangsúlyt fektetünk az adventi vásárnak a biztosítására, tekintettel a főtéri előző időszakban történt rendbontó cselekmények, illetve családok megjelenése is nyilván ebben nagy szerepet játszik. Egy előzetes kooperáció követően arra a döntésre jutottam, hogy fokozott jelenlétet fogunk biztosítani a főtér, illetve a belváros környékén az adventi vásár időszakában. Ez főleg igazából majd a délután és a kora esti időszakot fogja érinteni, amikor is ugye a családok gyermekekkel nagyobb létszámban fognak még megjelenni. Körülbelül erre az időszámra, vagy az időszakra próbáltunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Az összes térfigyelő kameránk, hála Isten, tisztelettel jelentem, élesen működik, üzemel, és teljes felújításon esett át lényegében az, amelyiket fel kellett újítani. Tavaly évünkben volt egy kameránk, ami nem működött ott, most az is teljesen üzemképes és lecserélésre került. Térfigyelő kamerarendszerrel nyilván a nap 24 órájában fogjuk figyelni az adventi vásárt, illetőleg a belváros környékét, ahogy ez eddig egyébként is működött az elmúlt időszakban, illetőleg egy plusz járőrpár szolgálattal, gyalogos járőrszolgálattal lesz megerősítve így a főtér környéke. Ha már a kamerákat említetted, akkor folytassuk ezzel, hiszen ezt a témát is feldobtuk. A térfigyelő kamerák által felfedezett jogsértések az elmúlt időszakban, és aztán majd Krisztiánt kérem, hogy erre meg reagáljon, hogy hogyan lehet ezt javítani, illetve milyen intézkedéseket kellett hozni, de akkor, ha nem is nyilván egészen konkrét, de azért nagyjából körvonalazva, még mindig nem ment át, hogy nem lehet rendetlenkedni, hogy így fogalmazzak a főtéren, mert azt minden kamera rögzíti. Milyen problémák merültek fel? Igazából ebben az évben egy picit megdöbbentő számok, illetőleg esetek történtek. Itt hangsúlyoznám azt, hogy nyilván szabálysértés, szabályszegést kvázi nem degradálva az elkövetéseket, ezek csipcsú dolgok ahhoz képest, amilyen büntetőeljárásokat tudtunk a szombathelyi rendőrkapitányság irányában indítani, illetőleg észlelés követően generálni. Ami azt gondolom, hogy a legkiemelkedőbb, és amiről mindenképp kell beszélni, az, hogy egyébként az embereknek, hogy ez mennyire ment át, hogy Szombathely közbiztonsága, illetőleg a lakosság mennyire kerül megfigyelésre térfigyelő kamera rendszeren keresztül, ez teljesen hektikus egyébként. Tehát, hogy
megdöbbentő, amikor nagy táblával ki van írva az, hogy kamerával megfigyelt terület. Erről most már egy 80%-ban tudok beszélni, mert olyan büntető eljárásról beszélgetünk, ami igazából a végéhez közeledik. De például a nyári időszakban parkerdő területe, ugye a parkerdőnek a legnagyobb parkolójánál ugye ki van írva nem kis betűkkel, hogy térfigyelő kamerával megfigyelt terület. Itt megjelent kettő hölgy, illetőleg egy négyfős társaság férfi személyében, majd mindenfajta legnagyobb megdöbbenése a kamera alatt, a legjobban kivilágított helyen éjszaka 2 órakor, lényegében üvegpipából fogyasztotta a kábítószer bódító hatású anyagot a hölgyemény, majd ez követően járt kézről kézre. Az ügy pikantériája az, hogy a két hölgy, illetőleg ez a négyfős társaság, ez külön-külön autóval, gépjárművel érkezett, amit nyilván, hogyha bódító hatású szert fogyaszt valaki vagy alkoholt, akkor nyilván gépjárművezetése az ugye büntető kategóriába sorolható, tehát büntető eljárást van maga után. Itt a személyek egyébként elő lettek állítva itt is a Szombathelyi rendőrkapitányságra. Ami még nagyon kiemelkedő, az most az elmúlt időszakban az Adi téren található szórakozóhely, nyilvános hely előtti rendbontó cselekmények. Itt most 2 esetben történt, a szórakozóhely nevét szándékosan nem mondom, mert nyilván nem őket minősíti, hanem az embereket, akik ezt elkövették, ezeket a cselekményeket a buszpályaudvar és annak környékén. Most a legutolsó alkalommal 15 fő verekedett össze. Ezt is a közterületfelügyelet munkatársa kollégám észlelte. Természetesen a rendőrségnek a jelzést mi ezt egyből továbbítottuk, akik pillanatok alatt a helyszínre értek, és az elkövető személyeket elfogták és előállították a Szombathelyi rendőrkapitányságra. Aztán ezen felül egyébként mondhatnék ilyet, ami egy picit csipcsupabbnak tűnik ezekhez a történetekhez. Mondjuk egy Berzsenyi téren a frissen ültetett virágágyásból megjelent egy személy, aki minden este egy 3-4 tő nagyon szép újon ültetett virágot szedte össze kis karkosárba és tulajdonította el. Nyilván ez most nagyon friss, és ez folyamatban lévő eljárás, de ennek az elkövetése is, és az elkövető személy is rögzítésre került a kamerafelvétel alapján, úgyhogy a rendőrségen itt is megtettem a kötelező teendőimet, és az eljárás megindításra került. Elnök úr, ebben milyen szerepet tud vállalni a bizottság, milyen intézkedéseket tudtatok, vagy kellett hozni az ilyen rendbontások elkerülése érdekében? Hát egyrészt a közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendeletet módosítottuk, illetve folyamatosan tárgyaljuk ezeket az ügyeket. Továbbá a bizottság döntött arról, hogy az elmúlt 2 évben, ahogy irodavezető úr is említette, 20 darab közterületi térfigyelő kamerát újítottunk fel, illetve cseréltünk ki. Gyakorlatilag a közterület felügyelet közel 100 kamerán keresztül figyeli a városban történő cselekményeket, illetve ezzel is próbálja megelőzni a különböző szabályszegéseket, illetve szabálysértéseket, bűncselekményeket. És hát minden apró mozzanatra próbálunk reagálni. Ahogy irodavezető úr is említette, a főtéren és a környékén nem is olyan régen voltak közbiztonsággal kapcsolatos problémák. Ezeknek a megoldása érdekében önkormányzatunk 2 millió forint plusz támogatást biztosít a rendőrség részére, hogy a városi rendőrkapitányság megerősítse a belvárosi rendőrőrsöt, illetve a főtérés környékén plusz járőrszolgálatot biztosítson. De ugyanúgy döntött a bizottság arról is, hogy támogatja a közterületfelügyeletet is abban, hogy plusz járőrszolgálatot biztosítson a főtéren, illetve a környékén. Ez beletartozik a katasztrófavédelmi kiadások megítélése is ide tartozik, vagy az még egy külön keret volt, illetve ott mit kellett kiemelni, milyen kiadások, milyen támogatások merültek fel? A rendőrség részére biztosított 2 millió forintos keret, az gyakorlatilag a rendőrség támogatása költségvetési tétel soron szerepel, illetve a bizottságnak van egy olyan jogköre, hogy Szombathely megyei jogú város önkormányzatának van egy bűnmegelőzési közbiztonsági koncepciója, és az ehhez tartozó cselekvési terv, és ide van rendelve egy 1,5 millió forintos tétel a költségvetésben, amiről a bizottságunk dönt.
és az idei évben is döntöttünk a különböző beérkezett pályázatoknak a támogatásáról. Így a rendőrségnek a munkáját 500 000 forinttal támogattuk az idei évben. Ebből 150 000 forint értékben egy szemléltető eszköz került kihelyezésre a Városi Rendőrkapitányságnak a várótermében, és 350 ezer forinttal pedig a Vas megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának a bűnmegelőzési tevékenységét támogatjuk. Nyilván éppen azért, mert szinte az összes városi rendezvényen ott vannak, kitelepülnek, ezzel is adva egy szubjektív biztonságérzetet az embereknek, illetve foglalkoznak a fiatalokkal, az ifjúsággal, különböző tájékoztató jellegű kvízekkel tudnak szolgálni, kérdéssorokra lehet válaszolni, és ilyenkor mindig adnak valamilyen apróságot, egy tollat, egy kulcstartót, egy hasznos bűnmegelőzéssel kapcsolatos dolgot. És támogattuk a katasztrófavédelemnek is a munkáját a város tűzbiztonságának növelése érdekében, szintén 500 000 forinttal. Ez elsősorban tűzjelző, illetve füstjelző berendezéseknek a beszerzését jelenti, amelyet hasonlóan, mint a tavalyi évben a Pálos Károly családsegítő, illetve a Féhe Kft. Látókörébe tartozó családoknak fogunk kiosztani, akik valamilyen szinten veszélyeztetve vannak, tehát nyílt égésterű készülékkel rendelkeznek, vagy vegyes tüzeléssel fűtenek, és nagy szükség lehet egy ilyen készülékre. És támogattuk a közterület felügyelet munkáját is, illetve 200 000 forinttal a Claudius Polgárőr Egyesületet az éjszakai órákban közterületen tartózkodó fiatalok védelme érdekében végzett tevékenységükben. Tehát így összességében másfél millió forinttal támogattuk a társszerveket gyakorlatilag. Egy nagyon rövid időnk van a beszélgetésből, de említetted, elnök úr, a köztisztasággal kapcsolatos szabályszegéseket. Hogy mit kell ez alatt érteni, főleg a főtér környékén? Tehát egy ilyen tudatos rongálás, vagy idézőjelesen csak a lustaságból adódó kiesett a kezemből a zsebkendő, és ezek így elhullanak. Mire gondoltál, milyen szabályszegések történnek? Illetve, ha már köztisztaságról van szó, akkor pont egy olyan időszakot élünk, amikor a falevelek nagyon-nagyon megnehezítik, főleg, hogyha vizesek az utak mellett. Ebben mennyire tud majd irodavezető úrhoz fordulók segíteni a közterület felügyelet, hiszen néha ott is az autók miatt nem lehet takarítani, de akkor menjünk sorrendbe, jó? Két-három mondatban maximum. A Bűnmegelőzés Közbiztonság és Közrendvédelmi Bizottság körülbelül negyed évente bekéri a köztisztasági szabályszegésekkel kapcsolatos statisztikai adatokat a Vas megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályától, és a jogszabályváltozás óta, 2021. március 1-e óta a Szombathelyi Közterület felügyelet 245 esetben kereste meg a főosztályt, ebből 196 esetben indult közigazgatási hatósági eljárás, és gyakorlatilag 177 esetben került közigazgatási bírság kiszabásra. Tehát én azt gondolom, hogy a számok is azt mutatják, hogy a közterület felügyelet a térfigyelő kamerarendszer segítségével nagyon hatékony és arányaiban egy elég nagy számot közvetít a főosztály felé. Jó, és akkor zárásképpen jó ütemben halad-e a faleveleknek az eltakarítás, illetve mennyire nehezítik meg a parkoló autók, bizonyos szakaszok, utcák takarítását? Alapvetőleg ugye most került befejezésre a városi nagytakarítási program itt a Szombathely város területén. Gyakorlatilag a protokollja ugyanaz. Amikor egy ilyenfajta területnek a megtisztítása történik a Szova NZRT által, hogyha akadályos gépjárművel találkoznak, ami egyébként balesetveszélyes helyen parkol, nehogy Isten, vagy egyébként nehogy rongálás keletkezzen a gépjárművel, akkor minket értesítenek. Ugyanúgy, mint a rendőrségi rendszer, ezt ugye többször már elmondtam, egy integrált portalapú lekérdező rendszerből, egy belügyminiszteri rendszerből lényegében hatósági jelzés alapján megállapításra kerül a gépjármű tulajdonosa, őt kiértesítjük, és ennek
mentén tudunk tovább menni. És egyetlen egy mondatból, hogyha még visszakanyarodhatnék arra, hogy az illegális hulladék elhelyezés az mire vezethető vissza. Azt gondolom, hogy azért az esetek 99%-ában mindemberi mulasztás és trehányság. A legjobb példa az, hogy most jelen pillanatban a parkerdőnél, a Jégpince Mezei utca kereszteződésben kihelyezett konténernél szaporodtak meg az ilyenfajta közigazgatási hatósági eljárásaink, amikor ki van írítve két hatalmas nagy konténer. Megjön az autó, ők egyébként séhi lakos volt, azt is elmondhatom, mellé állt a két konténernek, kivett 5 darab zsákot a gépjárműből, nem az teljesen üres konténerbe szólta bele, hanem a két konténer közébe a földre lényegébe. Innentől kezdve nyilván a hatósági jelzés alapján megállapításra került a tulajdonos, úgyhogy sok szeretettel fogjuk majd küldeni neki az eljárás megindításáról szóló határozatot a kormányhivatalon keresztül. Vannak gondok, de reméljük, hogy előremutató lesz. Köszönöm szépen a műsorunk első felében ez a beszélgetés eddig tartott. Kedves nézőink, novemberben vagyunk. Ha november, akkor Szent Márton hónap, és hogyha Szent Márton hónap, akkor Szent Márton díját adó gála. Szent Márton gálán adták át a város legmagasabb kitüntetéseit, az ifjúságért díj idei díjazottja Tóth Balázs, a Kábítószer Egyeztető Fórum társelnöke. Most nézzük meg a díjátadást közösen. Az ifjúságért díj annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását. A díjat évente egy személy kaphatja. 2023-ban az ifjúságért díjat Tóth Balázs veheti át. Tóth Balázs Szombathelyen született. Pályáját számlaügyintézőként kezdte a NAV Vas megyei igazgatóságánál 1998-ban. Valószínűleg már ekkor tudta, hogy nem ez lesz az ő területe, hisz beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem szociális munka szakára, amelyet kitűnő minősítéssel végzett el. A tanulás mellett diákként aktívan részt vett a Máltai Szeretett Szolgálat munkájában. Csellengő fiataloknak nyújtott segítséget, valamint büntetés-végrehajtási intézetekben tartott csoportfoglalkozásokat fiataloknak, segítve ezzel a társadalmi visszailleszkedésüket. Diploma munkájának témája a fiatalok kábítószer használati szokásainak vizsgálata volt. 2007-ben már a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjában dolgozott, mint tanársegéd, ekkor végezte el a szociálpolitika mesterszakot jeles eredménnyel. 2009-ben megvédett diplomamunkájában is a függőségek kerültek a fókuszba, itt már az önsegítő csoportokat vizsgálta. Később képzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki. 2016-ban kezdte meg munkáját Szombathely megyeugúváros polgármesteri hivatalában, kezdetben mint pályázati ügyintéző, majd szociálpolitikai ügyintéző. A hivatalos feladatai mellett társadalmi szerepvállalása is kiemelkedő. Uraadó oktatóként az ELTE és a PTS Szombathelyi Képzési Központjaiban adja át tudását a jövő fiatal szakembereinek. Tóth Balázs a 10 lépcső alapítvány munkatársaként 2009 óta segíti a nehéz sorsú fiatalokat az útkeresésben. Saját szabadidejét feláldozva a kábítószer használó és problémás fiataloknak nyújt egyéni tanácsadást, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegeknek csoportfoglalkozásokat. Általános és középiskolákban, valamint gyermekotthonokban felvilágosító előadásokat tart a kábítószerek veszélyeiről. Munkája elismeréseként 2021-ben Szombathely megyeugú város kábítószerügyi egyeztető fórumának társ elnökévé választották, mely pozíciót immár harmadik évet tölti be. Precíz munkavégzés jellemzi, nyitott, elfogadó személyiség, aki szívesen segít másoknak. Szereti magát kipróbálni új területeken is. A sportban kiemelkedő a hozzáállása, hiszen átlag feletti teljesítményekre képes a kerékpározásban, megmutatva ezzel a fiataloknak, hogy a problémákra nem a szerhasználat a megoldás. Tóth Balázs, szívből gratulálunk az ifjúságért díjhoz.
Kedves nézőink, a stúdióban már a Kábítószer Egyeztető Fórum elnökével és társelnökével nézhettük végig ezt a bejátszást. Szeretettel köszöntöm Tóth Balázst, a KEF társelnökét, és Kelemen Krisztián is mosolyog, és együtt láttuk, gratuláltunk már, de akkor nem tudtuk ezt jobban kifejteni. Én arra kérlek, Balázs, hogy röviden próbáld meg összefoglalni az érzéseidet. Mit jelent számodra ez az elismerés? Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Hát nehéz megszólalni egy ilyen ünnepélyes, nívós díjat adó után, de valahol ilyenkor azt érzem, nyilván az emberi oldalamnak az érzései jönnek elő, és másodszorban a szakmai, hogy ez egy 20 éves élettörténetnek a méltó elismerése, ugyanis én a felsőoktatási tanulmányomat 2003-ban kezdtem, és nem felejtem el azt a pillanatot, amikor első éves voltam, és az egyik külsős óraadó tanárom oda jön hozzám, hogy akarok-e a Sopron-Kőhidai börtön és fegyházban dolgozni. Ez egy olyan rendhagyó pillanat volt, hogy madarat lehetett volna velem fogadni, hiszen én hivatásos állományú tag nem lehetek, és országos börtönparancsnoki engedéllyel tudtam elkezdeni ezt a speciális karriert, ami egy kicsit irigylésre méltó volt az évfolyam társaim szemébe, hiszen akkor 20 évesen börtönben dolgozni egy szigorú, patriarchális rendszerben azt gondolom, hogy nem volt könnyű. Aztán utána következett a győri előzetes ház, aztán a szombathelyi börtön és fegyház. Itt tulajdonképpen reszocializációs tréninget, drogprevenciós foglalkozásokat, illetve egyéni esetkezeléseket tartottam fiataloknak. Ahogy említetted, ifjúságért díjról van szó, tehát itt több személyt, intézményt érint a köszönet, hogy én idáig el tudtam jutni. Hát elsősorban szüleimet, akiknek köszönhetem azt, hogy próbáltak olyan emberré nevelni, akinek a segítő hivatás lett a mindene, az élete. Aztán ide tartoznak a tanáraim, a pedagógusok, akik megadták azt a kellő talentumot, amit aztán szakmai tapasztalattá, gyakorlattá tudtam átformálni. Fontosak nyilván a munkahelyeim és a munkahelyeken meglévő munkatársi kapcsolataim, akik segítették ezt az irányultságot konkretizálni, hogy mi az a terület, mi az a részterület, ahol én jól tudok funkcionálni. Aztán ide tartoznak nyilván azok a személyek a jelenlegi munkahelyemről, a Szombathely megyei jogú város önkormányzata, akiknek ebben a felterjesztésben erre a díjra oroszlán része volt. És hát egyet azért ne felejtsünk el, én ezt vállalom, vallom, hogy van egy égi navigáció is, aki nélkül ez az útkeresés, ez nem lett volna sikeres. A börtön munkám után egyébként, vagy ezzel párhuzamosan egy alapítvány önkéntes munkatársa lettem 2009-től. Ez az alapítvány problémás fiatalokat, kevésbé jól szocializált fiatalokat, drogfogyasztó fiatalokat segít mind a mai napig. Talán kimondható, ez a 10 lépcső alapítvány, szombathelyi székhelyel működünk, de regionális szinten, és nem csak hatóság küldi hozzánk az ügyfeleket, klienseket, hanem önkéntes jelentkezés alapján is történik. Tehát ehelyütt helye van annak az információnak, hogyha bármelyik fiatalnak, kliensnek segítségre van szüksége, akkor az alapítvány ajtaja nyitva áll számukra. Párhuzamos munkaköröm volt még Vas megyei gyermekotthonokban önismereti tréningeknek, illetve drogprevenciós előadásoknak a megtartása. Én mindig azt tartom szakmai elvemnek, hogy mindig lehet választani más utat a rossz helyett. Itt a rossz alatt most értem elsősorban az egészségre káros szereket, illetve a nem megfelelő életutakat, a szétzilált családokat. Nekem egyik része ennek az alternatívának a sport. Van több olyan fiatal, akit ez visz ki ebből a labirintusból gyakorlatilag, de azért foglalkozok egyéni esetkezelésben az ügyfelekkel, mert egyéni szinten abszolút meg lehet találni azokat a kivezető utakat, ami arról szól, hogy mindegy élethelyzet, mindegy droggal szembeni harc az sikeres legyen. Én szívből örülök ennek a díjnak, igyekszem méltó módon a jövőben is szolgálni a díj mögött rejlő erényeket, ahogy eddig is tettem, és nem akarom elfelejteni azokat a fiatalokat sem, akik a díjátadó pillanatában, képzeletben ott álltak mögöttem, hiszen ha ők nem lennének elégedettek a munkámmal, a személyiségemmel,
és a lojalitásommal feléjük, akkor én ezt a díjat biztos, hogy nem kaphattam volna meg. Szívből gratulálunk mi is, és ahogy itt hallgattunk, hát elég volt ezt egyrészt felsorolni, másrészt tulajdonképpen egy olyan képet is kaptunk, ami bemutatta, olyan automatikusan beszélünk a KEF-ről most már adásról adásra, hogy szinte az alapfeladatait is össze tudtad foglalni, és ráéreztünk arra, hogy mit kell tennie, vagy mit vállalt magára a Kábítószer Egyeztető Fórum elnök úr. Nyilván ünnepeltek ti is társelnök úrat, ilyenkor az elnök azt gondolja, hogy jó, egy kicsit meg lehet nyugodni, vagy nem, aha, ő terhelhető és kap új feladatot. Mi van most a KEF házatáján, illetve mi történt a Páros Károly központban, hiszen ott volt az utolsó alkalommal az ülése a KEF-nek? Hát először is azzal kezdeném, hogy engem is ért az a megtiszteltetés, hogy én voltam az egyik, aki ezt a Szombathelyi Ifjúságáért díjat átadhattam a Balázsnak, és mint Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mi nagyon büszkék vagyunk a Balázsra, úgyhogy továbbiakban is jó egészséget és sok sikert kívánok. És megmondom őszintén, hogy nagyon jó ilyen kiváló szakemberekkel együtt dolgozni. A Balázsa különösen, tehát egyébként is a szakmai kapcsolaton túl van egy baráti kapcsolat is közöttünk, és nagyon jól együtt tudunk dolgozni, ami azt jelenti, hogy ismerjük egymás gondolatait, és nagyon jól meg tudjuk osztani a feladatokat, a munkát. És én azt gondolom, hogy egy dolgozó ember nem kívánhat ennél jobbat és többet egy másik dolgozó embernek, hogy a lehető legmegfelelőbb emberekkel dolgozzon együtt, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon szerencsés vagyok, mind a Bűnmegelőzési Bizottságban, mind pedig a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban. És hát kérdésedre válaszolva, megint kaptunk egy meghívást, úgyhogy a legutóbbi kefülésünk az már a Jászai Mari utcai közösségi térben, vagy közösségi házban történt. Ugye ennek a fenntartója Pálos Károly családsegítő, és első napirendi pontban kaptunk egy tájékoztatót a Pálos Károly Jászai közösségi térben történő tevékenységéről. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetnek a kis lakótelepiek erre a közösségi térre, és nyilván ennek a megnyitása elsősorban Németh Ákos tanácsnok úrnak, a körzet képviselőjének köszönhető. Nagyon értékes programok vannak folyamatosan itt ebben a közösségi térben, és a napirendi pont után mi körbe is járhattuk az épületet. Az emeleten van egy irodahelyiség, a földszinti nagy helyiségben nagyon sok program van. Gyakorlatilag tanácsnok úr is a Just Nature-rel kapcsolatos workshopokat oda szokta bevinni, úgyhogy én is rendszeresen járok itt ebben a közösségi házban. És ami még érdekesség, hogy az NNK felé mi már 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük készíteni Szombathely megyei jogú város drogellenes stratégiáját, akkor már jeleztük a minisztérium felé gyakorlatilag, illetve a Vas megyei önkormányzat kormányhivatal felé is, hogy mi, mint megyei jogú város kábítószerügyi egyeztető fóruma, nagyon szívesen vállalunk akár regionális szerepkört is. És ez nagyon jól működik, ugyanis folyamatosan keresnek minket, más városokból is kérnek tanácsot, hívnak minket különböző előadásokat tartani. Tehát voltunk már Vasváron például, és most kaptunk Szentgotthárdról egy felkérést. Ez a jelzőrendszer együttműködés a drogprevencióban címet kapta, ez egy szakmai egyeztetés volt. Így van. Miért Szentgotthárdon és pontosan miről történt az egyeztetés? Gyakorlatilag ezt a szakmai egyeztetést, ezt a Szentgotthárdon működő, illetve dolgozó szakemberek hívták össze, és jelen volt Huszár Gábor polgármester úr és alpolgármester úr, jegyző úr, és én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos tanácskozás volt, egy jövőbe mutató tanácskozás, aminek az eredménye akár az is lehet, hogy Szentgotthárdon is megalakul a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
és többek között a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről, tevékenységéről tartottam egy előadást, ami nagyon tetszett a jelenlévőknek, már csak azért is, mert nyilván, ahogy minden más városban jelen van a drog, a kábítószer, nyilván mindenhol más-más mértékben, de tennivaló az mindenhol van. És a KEF az egy olyan platform, ahol legalább egy hónapban egyszer összeülhetnek azok a szakemberek, akik érintettek ebben a témában, vagy drogprevencióval foglalkoznak, ifjúságvédelemmel foglalkoznak. Műsorunk ideje sajnos nagyon záros. Elnök úr után most társelnök úrhoz fordulok, és nagyon szép volt az az életút, meg az a sok-sok rengeteg feladat, ami nyilvánvalóan folytatódni fog, de mégis, ha meg kellene fogalmazni, és hogyha lehet ez a zárszava a mai műsorunknak, hogy egy ilyen, úgymond cezúra után, vagy pillanatban mi az, ami megfogalmazódott benned, vagy megfogalmazódik benned, hogy látod most a jövődet, mi az, ami benned van és erőt érzel rá, és esetleg még nem csináltad, vagy melyik területre fókuszálnál elsősorban, hogyan fogunk látni téged egy-két év múlva? Én úgy gondolom, hogy nekem mindenképp affinitás az az ifjúság és a fiatalok felé húz. Nekem jelenleg is a munkám során naponta, két naponta vannak olyan élettörténeti anamnézisek, amik számomra kihívást jelentenek. Én nagyon szeretem a kihívásokat, szeretem úgymond az embereket boncolgatni. Tudom, hogy nem szabad ilyen stigmát rájuk aggasztani, de vannak bonthatatlan konzervek is az ügyfeleim között, azok különösen érdekesek számomra. Tehát biztos, hogy meg fogok maradni az egyéni esetkezelésnek a vonalán, és ha tényleg sikerül kialakítani egy bizalmi légkört, akkor én, ahogy eddig is, mindent meg fogok azért tenni, hogy az egyéni emberi sorsok, főként a fiataloknál jobbá és szebbé válhassanak, és a végcél az pedig mindig az, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott, szermentes élete legyen a felnövekvő ifjúságnak. Hát ennél szebbet én nem tudok mondani. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, társadalmunk úr, hogy ma este is itt voltatok velünk. Köszönöm. Kedves nézőknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és további jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!